Hát akkor a mostani témánk, kicsikét körbeüljünk, hogy lássam mindenki szemét. És arra kérem a lentülőket is, hogy nem azért ülnek lent, mert nem szólhatnak bele. Bárkinek bármilyen gondolata van, nyugodtan szóljon, nyújtsa fel a kezét, és közbevághat. Tehát, különböző mozgások, harmonizáló, öngyógyító hatása. Ez a mostani témánk. Bemutatom vendégeinket, a túlsó végén kezdem. Jezsovicki Sarolta. Ő hastáncoktató, de nem csak az, hanem sok minden más is, majd ő elmondja, majd hogyha oda kerül a mikrofon. Utána Szabó Gabriella, ő az Ánanda a Jóga Központ vezetője, és hát természetesen jóga oktató. Utána jön Tóth Zoli, ő Tai Chi Chuan és Chi Kung oktató, valamint kínai masszőr és sok minden más egyéb, szerintem. Dr. Fazakas Éva orvostermészetgyógyász, és ugye ő is nagyon sok mindent csinál, mint ahogy láttuk. És akkor én megkérlek titeket, hogy mindenki ugye nyilván a saját mozgásáról, abból az oldalból megközelítve segítsen nekünk abba, hogy a múltkori programunkból kicsit kimaradt a mozgás, mert azt kitettük az udvarra, és valahogy mindenki itt akart bent lenni a beszélgetésen, és úgy éreztem, hogy a mozgás az egy nagyon fontos része az életünknek. Mozgás nélkül nem lehet élni, tehát az egy lételem, hogy miért is van ez így. Saci, átadom neked a szót, mondj egy szót magadról, hogy mit is csinálsz te, és hogyan segítette a, főleg a nők, harmóniáját és egészségét azzal, amit te teszel velük. Tehát nem csak hastáncoktató vagyok, vagy ahogy én inkább jobban szeretem nevezni, orientális táncoktató, mert a hastánc kifejezéshez azért elég sok mindenkinek más-más élmények tapadnak, és nem biztos, hogy ez mindenkinél ugyanaz, hiszen ez nem közvetlen a mi kultúránk része, ez egy úgymond egzotikus, számunkra egzotikus vidékről származik, a Közel-Keletről, nem Indiából, tehát a hastáncnak már itt mondom, hogy semmi köze Indiához, Közel-Keletről is a Észak-Afrikából származó népi táncokról van szó, és nyugodtan nevezheti mindenki hastáncnak, de én orientális táncnak fogom ezen túl nevezni, meg így is nevezzük mi oktatók. Azért is maradt ez a kifejezés inkább benne a köztudatban, mert annak idején a múlt században így fordították le francia nyelvből ezt a úgymond keleti ősi táncokat. És ez a kifejezés ragadt rá. Most ez a hastánc, vagy orientális, ez nagyon sok műfaja. Nagyon sok műfaja él a világban. Egyrészt van a show műfaj, amit ti látni szoktatok a színpadon, amit csillogó, villogó, szép ruhába szép lányok táncolnak. Ez a show, ez a szórakoztató jellege a hastáncnak, és itt nyugodtan használhatjuk azt a kifejezést, hogy hastánc, de megvan ennek az orientális vidéknek a folklór jellege, tehát ugyanúgy, mint a mi néptáncunk, ez is egy néptáncból ered. Nagyon régi ősi tánc típusokból. Egyiptomnak és a magrebi arab országoknak nagyon-nagyon sok olyan tájegysége van, ahonnan gyönyörű néptáncokat tudunk beletenni az úgymond orientális táncba és hastáncba is, és én ezt használom is az órákon, tehát nem konkrétan azt a hastáncot táncoltatom a lányokkal, illetve azt tanuljuk, amit csak a színpadon láttok, hiszen akik hozzám jönnek, hölgyek, nem azzal az elsődleges céllal jönnek, hogy körülbelül 5-6 hónapos tánctanulás után ők a színpadon végezzék. Tehát nem előadni szeretnének kifejezni ezzel mások számára az önömélyességüket, vagy bármilyen kreativitásukat, hanem egy kicsit ezáltal a mozgással többek szeretnének lenni. Hát mit ad ez az orientális tánc nekünk? Mit tudok én adni azoknak a hölgyeknek, akik hozzám jönnek? De először is három fő szempont van, három alappillére építem az oktatást. Az egyik, ami erre a táncra nagyon jellemző, és más táncokra nem, az az izolált mozgás. A különböző testrészeink, felső test, alsó testrészeink, lábunk, karunk különböző, és nem egy időben történő mozdítása.
Ez az, amit kicsit nehéz és furcsa megtanulni először, ehhez sok munka kell, és kitartás természetesen. Nem lehetetlen megtanulni, mert mindent meg lehet tanulni, de én vallom, hogy két fontos dolog kell hozzá, egyik a kitartás, a másik meg az, hogy élményt találjon benne. És utána jön csak igazándiból a gyógyító jellege, hogy ez pluszt ad annak a hölgynek a számára, aki ezt műveli. Tehát az első, amit meg kell megtanulnunk, az izoláció, a testrészeinknek a tudatos mozdítása. Megismerjük, hogy bizony ott is van izmunk, ahol eddig nem is gondoltuk volna, de van. Illetve azokat a testrészeinket mozgatjuk, amiket addig parlagon hagytunk, tehát olyan izmainkból szabadítjuk fel az energiát és használjuk igen intenzíven, amiket ugye hétköznapi életben nem nagyon szoktunk. A másik, mivel ugye mozgás és zenélet történik, tehát ott van zavaró tényezőként a zene, a ritmus. Mert ugye a ritmikában élünk, az egész életünk egy ciklikus, ritmusos periódusokból áll, és ezt a ritmust ezt kihasználjuk, tehát zenére táncolunk, röviden annyi róla, és a harmadik, arról meg szerintem még majd biztos fogunk beszélni, az élményszerűség, hogy ezt, amit táncolunk, amit próbálunk kifejezni, azt nem koreográfiákra tesszük, nem én. Nem úgy táncolnak a lányok, hogy én fütyülök, így szoktam mondani, hanem megtanulunk mozdulatokat, és bárki bármelyiket, amelyik neki kényelmesebb, amelyik jobban illik az ő személyiségéhez, azt ő felhasználja a tánca során, tehát improvizáló zömmel. Kisebb kombinációkat tanulnak, és ezeket használják fel az úgymond kifejezés közben, a tánc közben. Tehát ez az alappillére tanításomnak, és én várok mindenkit, tehát a gyerektől kezdve a 99 éves, elnézést a 100 évesektől, 99 éves korosztály, mert mindenkinek való, hiszen ez kortalan, és nem köthető testsúlyos testalkathoz, ahhoz sem, hogy ügyetlen vagyok, vagy nem vagyok ügyetlen. Megtanulható, de nagyon sok türelem kell hozzá. Tehát tulajdonképpen megtudtuk, hogy a tánc az mennyire sokat segít abban, hogy jobban érezzük magunkat. Igen. Most Gabi, nem neked adom a szót, hanem inkább Zolinak, mert Zoli, utána jön Gabi. A jóga az egy másik fajta dolog lesz utána. Zoli, beszélj nekünk a az öngyógyításról, mint a mozgáshoz kapcsolódó dologról. Kínában csináltak egy interjút, pontosan egy felmérést, 2783 száz év feletti embert megkérdeztek, hogy kutatták azt, hogy milyen hossz születüknek a titka, és négy dolgot mondtak. Az egyik a dr. Chen, a másik a dr. Mosoly, a harmadik a dr. Diéta, és a negyedik, hogy mindenki fizikai munkát végzett. Gyakran előfordul, hogy amikor eljön hozzá egy páciens, gerincsérrel vál egyéb bizonyos probléma, mondja meg, hogy meg tud engem gyógyítani, és mindig elmondom, hogy nem. És akkor meglepődnek, hogy nem, hát nekem azt mondták, hogy meggyógyít. Én nem. Majd a testének az öngyógyító mechanizmusait egy kicsit beindítjuk, megtanulgatjuk, és ez meggyógyítja saját magát. Nincs, hangsúlyozom, nincs egy gyógyíthatatlan betegség. Én kapásból két olyan dologból kigyógyultam mozgás segítségével, amire azt mondták, hogy ez van, fogadd el. Az egyik egy, tehát azt mondták az orvosok, hogy egy másfél év is Tolószékbe fog kerülni, ez 1995-ben történt, ahhoz képest elég virgonc vagyok. A másik egy hepatitis fertőzés, amikor a bőröm volt olyan sárga, mint ez a margarita körülbelül. Tehát testben sárgultam, azt mondták, hogy nincsen gyógyszer, egy millió emberbe egy az, aki teljesen meggyógyul, én még az egymilliómodik. Minek köszönhető ez? Nem vagyok ilyen fantasztikus lény, nem vittek el az UFO-k, semmi egyéb. Egyszerűen csak elkezdtem mozogni. Azt, amit korábban tanultam, elkezdtem csinálni. Egy tárcsi és csikung gyakorlása, oktatással foglalkozom most már, nem olyan régóta, kb. 20 éve. Az nem olyan sok, higgyetek el. Mi most kezdek úgy rájönni, hogy mindent nem tudok, tehát. Jó? Miért fontos az, hogy az ember mozogjon? Azt mondják, hogy az autónak a benzinüzemanyaga, az embernek meg a mozgás. Nagyon sokan mondják azt, hogy de hát én családanya vagyok, rengeteget mozgok a munkahelyen és a gyárba, meg otthon is a lakásba. Nem elég. Nem azért, mert keveset mozog, azért, mert egy csíkon mozgás. Pontosan az, amit a névmóriához csapni való, pedig már sokat javult. Tehát a Saci mondott, hogy olyan izmaink is vannak, amit nem használunk. És egy tánc, egy tájcsi, egy csíkunk során ezek az izmokat megmozgatjuk a sejjük, hogy hoppá-hoppá van izmunk. Tehát van olyan gyakorlás, amikor az ember másnap fölkel, és azt mondja, hogy jé, nekem a talpamban is van izom.
van bizony, és meg lehet mozgatni, de ez speciális gyakorlatok kellenek, és hogyha megindítjuk a keringést, a vérkeringést, az energia, a nyirokkeringést különböző gyakorlatokkal, akkor tulajdonképpen harmonizáljuk az egészségünket. A kínai terminológia azt mondja, hogy van egy Yi és egy Yang, egy fekete-fehér nő és férfi, pozitív-negatív, tehát a különböző energetikpároknak nevezik ezt. Általában biztos láthatom már egy jelképet, hogy egy kör, egy fehér meg egy fekete, ilyen vízsebszerűség egymásba átfolynak. Tehát azt mondja, hogy ez egy viszonylagos harmónia, ez az egészség. És amikor ez megbomlik, valahol az energiáramlás a testben, vagy a vérkeringés, vagy véleményes bármi, kevesebb jut, vagy többet keletkezik. Például egy izületi gyógyulás, amikor beforrósul, akkor több érőcsíből több van, amit elég kellene. Akkor ez egy megbomlik a harmónia, egy diszharmónia jön létre, és gyakorlatilag különböző mozgásokkal, legyen az tánc, legyen az jóga, legyen az tai chi, vagy qigong, ezekkel a mozgásokkal ezt a diszharmóniát megszüntetjük, helyreállítjuk a harmóniát, és így gyakorlatilag beindul a szervezetnek az öngyógyító mechanizmusa. Csak ilyen egyszer az egész. Akkor most Gabinak átadjuk, mert ugye ő pedig a jogáról tud nekünk beszélni. Hát szeretettel üdvözlök mindenkit, és most mindezek után nekem roppant volt könnyű dolgom van, mert előző, tehát amit el tudtam volna mondani, pont a hatha jogával kapcsolatosan, ami a tradicionális indiai joga. Hallatszik szerintem, ugye? Tehát a tácsival kapcsolatosan pont ez a yin és a yangnak a szimbóluma abszolút ide kapcsolatú, ugyanis a hatha jogában is ugyanen arról van szó, hogy a két oldalunk, a férfi és a női oldal, ami ugye mindannyiunkban jelen van, függetlenül attól, hogy milyen neműek vagyunk, két oldalnak a harmóniába hozatala lenne a lényeg, és a jogának is többek között ez egyik szerepe, hogy kiegyensúlyoz, kiegyenlíti ezt a két oldalunkat. Egyébként itt jegyezném meg, hogy jogán kívül a jogaközpontban másfajta foglalkozások is vannak, tehát abszolút ilyen testet, lelket támogató, emelő mozgásformák, meditációk és különböző tanfolyamok is önmagában a jogaközpont onnan ered, hogy valahol egy nevet kellett adni a dolognak. Valójában az a célunk, hogy egészen a teremtés első pillanatától végig tudjuk kísérni az érdeklődőket az ilyen jellegű mozgásokon, ugyanis az első dolog, amivel elindul a történet, a gyermekáldás joga, amit máshol kismama jogaként szoktak emlegetni, de én úgy gondolom, hogy sokkal meghittebben is a lényeget és az érzést sokkal inkább átadja, hogy gyermekáldás, ugye, mint egy áldás, ami megtestesül a gyermekben. Tehát innen indul az egész folyamat, a joga innentől tud bekapcsolódni az életünkbe, és utána egészen a kisbabás jogától a gyermek jogáig, így haladunk szépen végig. De egyébként nálunk is megtalálható a lélektánc, ami hát nyilván másod van, mint a orientális tánc, egy szabad tánc jellegű, és az önkifejezésünknek az egyik eszköze. De visszatérve egyébként így a jogára, tehát azért annyit még szeretnék elmondani, hogy többféle jogatípus kering itt a köztudatban, ami nagyon jó, csak van, ami kicsit autentikusabb, és a gyökerekhez tradicionálisabban visszanyúlik, és van olyan, ami picit a modern világnak valamiféle módosításán átesett dolog. Mert én ezért kardoskodok mindig a legalább másfél órás joga mellett, mert egy joga foglalkozás legalább másfél óra vagy még hosszabb. Nyilván a szinkronba kell hozni a mai életvitellel, hogy azért sajnos sokan még az egy órát is nehezen tudják magukra fordítani, és tartalmaz úgynevezett ászanákat, testhelyzeteket, ami alapvetően élettanilag is fel van építve különböző szervek szerint, azoknak a hatása szerint, és jó esetben csakrák szerint, ugye a csakra energiaközpontot jelent, és lentről fölfelé visszük az energiát, tehát ez is fontos lenne, hogy így épüljön föl egy óra. Hogy kérdezzek bele egyet, jó? Mert lehet, hogy van, aki nem tudja, hogy mi ez a jóga, az se, hogy mi az az ászana, de még az se, hogy mi az, hogy szervekhez kötött mozgás. Tehát az ászana ezeket a testhelyzeteket jelenti, vagy vannak, akik pózoknak hívják, de hát inkább maradjuk a testhelyzeteknél. Általában ezek itt kitartott testhelyzeteket takarnak, mondjuk itt is jóga válogatja. Különböző előrehajlott, hátrahajlott testhelyzetek vannak, éppen ezért nagyon jó jogának a terápiás hatása, akár mozgás szervileg, mert nagyon jól lehet vele
ilyen formán akár mozgásszervi problémákat gyógyítani, de lehet vele magas vérnyomást is kezelni, csak nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy melyik ászana mire hat, és ne nagyon kevergessük őket össze, mert éppen ezért ellentétes hatást is ki lehet nála váltani. Tehát tulajdonképpen, ha az ember nem úgy mozog, akkor negatív hatása is lehet? Igen, és ezért is lenne jó, hogy a szakképzettségnek ezért van meg a szerepe, hogy valahol azért tudjuk a hátterét annak, hogy mit teszünk és mit csinálunk. Amit én mindig fontosnak tartok elmondani, hogy a jogával az egyik legfontosabb alapelv az ahimsa vagy nem ártás, amit elsősorban ugye önmagunknál kellene kezdeni, és az egész mozgásunkra is igaz. Ennek utána mai emberek többsége teljesítménykényszeres, teljesítményorientált, ugye szeretik a mozgásba is belevinni ezt a versenyszellemet, és akkor jóga órán vagy bármilyen mozgásnál előáll lesz, hogy elkezdjük nézegetni a másikat, méricskélni. Én általában próbálom abba vinni a jelenlévőket, hogy csukott szemmel, amit csak lehet. Önmagával a csukott szem a befelé figyelés segíti, és segít abban, hogy ezt a méricskélést, ezt picikét háttérbe szorítsuk. Éppen ezért, ha valaki tudja magáról, hogy hajlamos arra, hogy ezt a verseny szemléletét bekapcsolja, akkor érdemes ezt a megengedő, elfogadó vonalat erősíteni, és itt jön az, hogy nem csak egy mozgásról beszélünk, hanem testileg szellem egysége. Tehát így tudjuk magunkat mentálisan is fejleszteni és alakítani az egész lényünket ezzel a mozgásformával. Tehát, hogy teljesebbé válunk. Így van. Na most még ami az ászanák után következik, az a pránajáma rész, tehát egy klasszikus indiai jogának ez a következő lépcsőfoka, tehát nyilván haladunk egy mélyültebb állapot felé, a testünket felkészítjük az ászanákkal. Na most a pránajámánál egy elég téves fordítás a légzőgyakorlat, mert nem fedi a lényeget. A légzőgyakorlat által végezzük ugyan, de az energia áramoltatása lényege. Ugye a prána életerőt energiát jelent, az ajáma kiterjesztés áramoltatás. És ezért is lenne fontos, most itt nem tudok, az a baj, hogy belelendülök, és aztán nehezen fejezem. De majd mindjárt átadjuk a szót még Érikinek, annál is inkább, mert hogy nagyon elbújt itt Lőrinc Zsuzsi, mert nem jutott neki szét, de azért ő is mindjárt följön ide a színpadra, mert ott nagyon elbújt itt minden fej mögé, úgyhogy mindjárt szólítom őt is. Akkor tényleg rövidre fogom, tehát itt az is lenne lényeg, hogy óra át lélegezzünk ki is be, jóga alatt is nagyon fontos, pontosan ennek az életerőnek a fölvétele szempontjából komoly jelentősége van, és utána haladunk tovább az úgynevezett jóga nidrába, ami szintén nem relaxáció. A relaxáció ez könnyed ellazult, lazító állapot, a jóga nidránél egy mélyebb állapot, megvan a szerepe, hogy vezetett, annak is megvan a szerepe, hogy milyen során szerint haladunk végig a testrészeken, és hogyha haladó órán vagyunk, akkor be van építve egy úgynevezett szankalpa is ebbe a jóga nidrába. Hát mostanában megint ilyen újabb dolog az autogén tréning, hát elég hasonló felépítése van, mint amit annak idején a Védákban több ezer évvel ezelőtt már leírtak. A szankalpa egyébként egy pozitív tartalmú mondat, amit mint egy magocskát elültetünk a tudatalatti mélyén, és minden egyéb rágondolás nélkül elkezdi önmagát megvalósítani. Tehát aztán ilyen formán a hitrendszerünket is nagyon jól tudjuk vele alakítani. Nagyon köszönöm. Most a mikrofont add át itt mellettem Évikének, mert ő egyrészt ugye a jogával is foglalkozik, ezen kívül még ugye az avivatornával, ami megint egy különleges dolog a női egészség helyreállításáért, úgyhogy beszélj nekünk mindkettőről. Köszönöm szépen a meghívást. Több mint 20 éve nem hagyományos orvosként dolgozom, és minden olyan módszer érdekel, amivel az ember magának tud segíteni, mert azt, hogy eljön hozzám, és akkor én mondok neki valamit, vagy megcsinálja, vagy nem, de legtöbbször elmegy a fülek mellett az, amit az egyének magának kell megcsinálnia. Talán most van egy kis változás, és most jönnek rá az emberek, ahogy emelkedik a rezgésszint, és ébredezünk, hogy felelősek vagyunk az egészségünkért, és a mozgás az egy alap élet jelenség, amit nagyon sokan elfelejtenek, mert arra képesek csak, hogy reggel fölkelnek, beülnek az autóba, berohannak a munkahelyre, dolgoznak, ha beülnek visszafele az autóba, és utána leülnek a tévé elé. 90% az embereknek így él jelenleg. Nyilván, aki itt van, az mind kivétel, mert mi vagyunk azok, akik akarunk valamit. Nagyon sokféle mozgásformát megismertem. Itt van a két
idős hölgy, az Edka és a Marika, akik egészen más oldalról közelítették meg a mozgást, mint a tradicionális hatha-joga, mégis fantasztikus eredményeket elértek. Számomra azért voltak hitelesek, mert megmutatták azt, hogy nem kell úgy megöregedni, hogy mindenünk fájjon, nem kell úgy megöregedni, hogy tehetetlenek legyünk. És ezt tanítjuk az Edka-joga foglalkozásokon, hogy hogyan tartsuk magunkat, hogyan lélegezzünk, hogyan gondolkozzunk, és mit tehetünk az ízületeinkkel azért, hogy maradjunk egészségesek. A másik mozgásforma, amit én tanítok tanfolyami jelleggel 4 órában, az az Aviva torna, ami nagyon különleges, mert nagyon sok embernél mérem azt, hogy a hormonrendszer el van csúszva, nem megfelelően működik a hipofízis, a pajzsmirigy és a nemi mirigyeknek az egyensúlya el van csúszva, és ez az Aviva torna mind hölgyeknél, mint férfiaknál képes beállítani az egyensúlyt. Többnyire hölgyek jönnek el olyan problémával, ami vérzészavar, ciszta, mióma, babát szeretnének, de nem sikerül, már nagyon régóta próbálkoznak, és nagyon jó a torna arra is, akinek van olyan panasza, ami a változó korral együtt jár, akár egy hőhullám, akár megemelkedett magasabb vérnyomás, akár pedig alvászavar. Tehát az Aviva torna képes arra, hogy ezeket helyreállítsa. Ami még nagyon jó, hogy a férfiaknak a teljesítő képességét is fokozza, ezt úgy találtuk meg, hogy házas párok jöttek el, babát szerettek volna, és a férj az lelkes volt, általában a hölgyek a nyitottabbak, a férfiak ritkán jönnek el, mert azt gondolják, hogy őnek nincs szükségük arra, hogy foglalkozzanak magukkal, de a férfiaknak is szükség van arra, hogy magukkal foglalkozzanak. És ebben a házaspárban a férj ugyanazt a gyakorlatsort végigcsinálta, és utána kaptam ilyen hálálkodó leveleket, hogy sokkal jobb volt a teljesítményem. Nagyon jó prostata problémáknál, férfiaknál. Úgyhogy ez egy nem varázsmódszer, de alkalmas arra, hogyha ezt kitartóan hetente 2 alkalommal végezzük, az egyik mozgássor az fél órás, a másik 15 perces, akkor rengeteget tehetünk az egészségünkért. Tehát nagyon sokféle út van, ahol én is nagyon sokféle más mozgásformát is csinálok. Én mindenkinek azt javaslom, hogy próbálja ki, hogy mi az, ami hozzá közel áll. Mi az, ami megszólít engem. Én is imádok táncolni, rengeteget táncolok, nagyon szeretek mozogni, futni, gyalogolni, és az alap szakvizsgám nekem sportorvosi, mert a mozgás az a lételemem. Nagyon köszönöm. Akkor megkérem Zsuzsit, hogy hoppannunk föl ide a színpadra, mert nekem most, amikor volt ez a 3 napos kulturális kreatív program, volt szerencsém megismerni őt, és hát nem tudom, ki ismeri, hogy mit jelent az, hogy Botmer, de nekem teljesen ismeretlen volt, és olyan élményben volt részem, ami hát egész egyszerűen megérintette a lelkemet, tehát sírva is fakadtam utána, úgyhogy én ezt tudom mindenkinek ajánlani, beszélj nekünk róla, hogy mi ez tulajdonképpen, és ne haragudj, hogy nem jutott elég szék, de utána vettem észre, hogy te hiányzol a sorból, de már nem akartam megszakítani. Szeretettel köszöntök mindenkit. Hát igen, ez a Botmer, ez egy nagyon érdekes szó, egy grófnak a neve, aki ezt a mozgás formát kitalálta, dolgozott rajta sok évtizeden át, és utána a lánya az örökségét folytatta a mai napig. Komplex, mert nem csak egy gimnasztika, nem önmagában egy sport, hanem hát mai nyelven mondhatjuk, hogy egy rekreációs, lazító, de masszázsokat is magába foglaló tevékenység. Gyerekeknél főleg játék az életkorukhoz kapcsolódóan. Waldorf iskolákban, illetve más iskolákban is szakkörként ezt tanítjuk, vagy így foglalkozunk a gyerekekkel mozgásszinten. Nagyobb korban, kamaszkorban kiterjed a játékoktól egy gimnasztikai mozgásformává, illetve sporttevékenységekkel egészül ki, és a felnőtt kor felé menően pedig egy önismereti út a mozgáson keresztül, ahogyan tér, idő, belehelyezzük tudatosan magunkat,
és így tudatosan megérezni a múltunkat, a jövőnkkel való kapcsolatot, az irányokhoz kapcsolódóan az igazság, a döntések és a gondolkodás érzés, a tevékenység akarati szintjeinket. Tulajdonképpen azt a görög elvet viszi magával, hogy egy embernek a nevelése az egy komplex, egész dolog. A test, a lélek és a szellem szintjén működik. És ez mindez kicsi gyermektől egészen felnőtt korig végezhető. Van terápiás ága is, ami szintén gyerekeknél tanulási nehézségek, illetve hát a léleknek a nehézségei, gubancainak a gyógyításában segít, és ugyanúgy felnőtt korban is végezhető egy önismereti gyógyító tevékenységként. Sok anorexiás, depressziós ember gyógyult már így ki a mozgás segítségével, illetve hát természetesen más mozgásokkal összeköthetően, mert ezek nem zárják ki egymást. A nyugat jógájának is hívják ezt a gimnasztika formát, ami szintén mozgásformákból áll, ugyanúgy, mint a jógánál, az ászánál. Ugyanígy pedig 32 alapgyakorlat van, amelynek a végzése összekapcsol bennünket az égi, földi minőségekkel, az energiaáramlást helyre állítja. Nekem azt tetszett benne, ha megengedett, hogy nekem ez egy friss élmény, mert ugye én ismerem itt már mindegyik kedves meghívott vendégnek a tevékenységét, mert ugye mindegyikben már részt vettem, és mindegyik nagyon jó is. De hát ez a volt, mert ez most volt az első alkalom, hogy nekem ez így élményként megjelent az életembe. És ami nagyon tetszett, hogy még tehát olyan érzékeléseinket kezdtük el jobban használni ezáltal, amiket úgy nem annyira szoktunk, vagy nem ennyire szoktunk. Tehát amikor így csukott szemmel vezetgettük egymást, és ahogyan közben a különböző lélek egymással összekapcsolódva reagált bizonyos dolgokra, ami utána kiderült, amikor nekem rossz érzésem volt, hogy nem fog senki odajönni hozzám, és mondta egy másik, hogy soha nem láttam, hogy ő meg azt érezte, hogy oda kellene jönni hozzám, mert ő érezte az én rezgésemben azt a félelmet, ami egyébként még a születésemhez vezethető vissza, amikor... Na szóval ez az egész önismeretben nagyon sokat segített, hogy én utána valóban, amikor erre rájöttem, hogy itt egy újabb bizonyítéka annak, hogy nem csak itt végződöm, hanem én össze vagyok kapcsolódva az összes többi lélekkel, aki itt a Földön él, és valóban tudunk egymásra hatni, megérezhetjük egymás pozitív és negatív rezgéseit, és ha valakiben szeretet van, akkor belső késztetést érez, hogy segítsen a másikon. Szóval ennek ez nagyon nagy élmény volt. Úgyhogy köszönöm neked. És majd egy, mint a 20 percre, fél órára szeretném meghívni önöket egy játékkal, kis masszázzsal, egybekötött kis mozgásra. De igazából úgy alakítottuk ki ezt a mai napot, hogy ne kelljen a hidegbe kimenni, meg körbe kerülni az iskolát, hogy senki ne találjon oda, hogy találtunk egy termet, ahol fél óránként mindenkinek módjában áll mindegyik előadóval találkozni, és kipróbálni, hogy tulajdonképpen mi is az tulajdonképpen. Tehát ki lehet próbálni a tájcsit, igaz, hogy azt most nem a Zoli fogja, hanem a kolléganője, mert Zoli nem sokára repül Pestre, de ugyanúgy Gabi is lehetővé teszi, hogy az ő jogáját, az avivatornát, a táncot, és akkor a botmert ki lehet próbálni. Vagy ha nem próbálni, mert valaki úgy érzi, hogy nem olyan ruhába érkezett, akkor beszélgetni lehet róla, hogy hol tudják ezt kipróbálni, vagy kinek ajánlott ez, vagy egyáltalán, hogy kezdjük el az életünkbe ezt beépíteni. Mert higgyel mindenki, hogy ha nem törődünk önmagunkkal, hát nem azért vagyunk itt, hogy rohanjunk a pénz után. Annál is inkább, mert úgy nézem, hogy hiába rohanunk, az nagyon gyorsabban rohan előttünk. Nem biztos, talán, hogyha azért teszünk, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkbe, akkor valószínűleg megjön hozzá majd az anyagi jólét is. Szeretnél még valaki hozzáfűzni, Zoli? Erre mondod, hogy rohanunk a pénz után, gyorsabban fut, mint mi. Bocsánat, ez egy nagy tévedés. Megállsz, és a pénz oda fog menni, ha elviszed.
Én masszázsval foglalkozom, igaz, hogy elég speciális tájcsi masszázs csinálok. Volt olyan természetgyűlös hölgy, aki mondott, Timitől hallott róla, hogy tájcsi masszázs, azt olyan nem létezik. Mondott, Timit, de hát most beszéltem a mesterével. Hát a tájcsi az mozgás, az nem masszázs. Az abban nagy té, az tájmasszázs. Nem, ez tájcsi masszázs, olyan nem létezik. És aztán beszéltem a hölgyel, és mondta, hogy valóban szokatlan az elnevezés. Valóban Európában kb. 12-14 ember tudja ezt a masszást, és nem is mindenki használja. Bocsánat. De létezik. Masszőr kollégák panaszkodtak, jött a válság. Hú, nincs paciens. Aki eddig volt, az se jön, kevesebb masszást kér. Te hogy vagy? Én nem tudom, nekem egyre több a paciensem. És tudjátok miért? Mert eldöntött, hogy nekem egyre több paciensem lesz. És jöttek az emberek. És nem azért, mert én jól dolgozom, valószínűleg igen, különben nem ajánlanának, de a kollégák is jól dolgoznak. Tehát voltak engem is masszőrök, mert tényleg nagy ügyes keze van, és neki kevesebb ember van. Mert elhitte azt, hogy válság van. De a válság a fejünkben van. Bőség szintén a fejünkben van. Tehát van, amikor azt mondja a kolléga, hogy mennyi paciensed van? Hát mondom, olyan 6-7. 6-7 egy héten, de hogy naponta. És lenne több is, csak nem tudom bevállalni, 3 hétre vagyok táblázva. Azt mondja, nekem hetente nincs annyi. Mondom, mert mindig panaszkodsz, hogy jaj, de rosszul megy. Amit panaszkodtam, nekem is rosszul ment. Mert ha leszokva a panaszkodásról, és óra fizetem ki a tartozásaimat, már nincs bankhitelem, és készülök Kínába megint. Egy hónapra kimegyek, nem dolgozok itt, egy hónapig az igaz nem keresek, de kit érdekel? Belekerül 7-8 ezer forintba, megjön a pénzem, én nem tudom, holnan úgyis meg lesz. És jönnek az emberek, jönnek a tanítványok. Higgyetek el, hogy bőség van. Kiapathatatlan bőség vesz bennünket körül. Ez legyen szó az egészségről, a anyagi jólétről, a párkapcsolatról, mindenről. És ha hiszel benne, és azt mondod magadban, hogy megérdemlem, hogy megkapjam, akkor meg fogod kapni. Csak hinni kell benne. Van egy kínai mondás, nagyon fontos, nagyon jegyezzétek meg. Azt mondja, hogy egyetlen csepp trágya lésbe tud szennyezni 10 000 hektoliter vizet. És 100 liter tiszta forrás vizse elég ahhoz, hogy tisztán mosson egyetlen csepp trágya levet. Egyetlen olyan gondolat, hogy ú, de biztos nem fog sikerülni. Ez megfertőzheti az egész gondolkodásod. Ilyenkor ki kell ütni, marhasság. Úgyis jó sikerül. Miért? Csak, mert tudom és kész. Az égék szeretnek. Én minden reggel úgy kelek fel, hogy benézek a tükörbe. Ez eléggé morbid lesz. Belenézek a tükörbe, és azt mondom 15-ször, hogy én szeretem magam, és mosolyogok. És ez egyszerű kis módszer meg tudja változtatni az életeteket. Nem én találtam ki, nálam ők okosabb emberek. Én meg azt mondom, hogy a jó dolgokat le kell koppintani. Használjátok ti is. És figyeljetek meg, hogy megváltoztatja össze a napotokat, aztán az egész életeteket. Jó? Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm nektek, de sajnos itt most be kell fejeznünk a beszélgetést, de pontosan azért hagyjuk nyitva ezeket a dolgokat, tehát itt nem tudunk ilyen távoktatást végezni, mert nincs erre idő, de pontosan az a lényege, hogy a gondolatok és az érzések induljanak el, és mindenki keresse meg a szakembereket, vagy nézzen utána bármerre jár, és építse be az életébe ezeket a dolgokat. Úgyhogy köszönöm nektek!